Jó estét kívánok! Ismer a sport történelem olyan drámát, hogy mondjuk egy hosszú táv futó, akár egy olimpiai döntőben egy akadályfutó körökkel, vagy akár egy hosszú egyenessel vezetett a többiek előtt, és az utolsó akadályban elbotlott, elesett, és így aztán mégsem ő nyerte meg a versenyt, mert a sportnak ez az örök bizonytalansága, ez legalább olyan szép, mint amennyire drámai. A csapatsportban lefordítva, ha egy együttes végigveri a mezőnyt egy szezonon keresztül, de az év legfontosabb mérkőzését adott esetben elveszíti, akkor elég sok mindent utána már hiába valónak érez, gondolom én. Most a Fehérvár Entroners csapattal kapcsán beszélgetünk erről, amely együttes ambiciózusan vágott neki ennek a szezonnak, de talán maguk az érintettek sem gondolták, hogy ilyen elképesztő fölénnyel fogják az összes ellenfelüket legyőzni. De a legfontosabb, a legfontosabb mérkőzés még hátra van szombaton a székesfehérvári First Field játszik az Entroners, és hogyha azt a mérkőzést, a divízió döntőt megnyeri, akkor jövőre a magyar legmagasabb ligában játszik, az úgynevezett profi ligában, lehet ezt így hívni. Szóval tulajdonképpen a klub történetének legfontosabb meccse jön. Itt van velünk a stúdióban Pál Tibor Kornél vezetőedző, illetve Móka Viktor a csapat felügyelő bizottságának vezetője, akik gondolom, hogy tényleg egy projektben, akár egy több éves projektben gondolkozva tűztek ki célokat maguk elé itt erre a szezonra, és most tényleg egyelőre függetlenül attól, hogy mit hoz ez a szombat, azt lehet mondani, hogy szinte minden sikerült megvalósítani eddig. Igen, így van, tehát egy pontos tervünk van a következő évekre folyamatos fejlődés érdekében. Nyilvánvalóan önmagában ezt a terveket nem befolyásolja a szombat, de jelenleg senki nem akarja elképzelni, hogy ezt a szombatot nem tudjuk megoldani. Mindenki úgy készül, hogy azt a szombatot föl kell tennünk, azt a bizonyos pontot az íre. Gyakorlatilag ennek a szezonnak az elején ezt kimertétek volna mondani, így elvárásként vagy tervként, mert most tényleg arról van szó, hogy ugye gyakorlatilag évről évre osztályt lépve a legmagasabbba kerül a csapat, és hát azért itt a szezon elején még inkább ilyen óvatos optimizmus volt. Abszolút igen, a szezon elején a döntőbe jutást azért szerettük volna elérni, de úgy éreztük, hogy a tavalyi döntős Debrecen, az EGRI HFL játékosokkal megerősített Miskolc és a Dunaújvárosi HFL játékosokkal megerősített Eagles nagyjából játékerőt fog képviselni a Fehérvár. Ezért is örültünk annak, hogy oda-visszavágós rendszerben, tehát minden csapat kétszer találkozott a másikkal, és ezután az alapszakasz után első helyen álló két csapat játssza a döntőt. Ezért is örültünk, hogy lesz oda-visszavágós rendszerben 6-7 pengeéles meccs, ahol egyforma képességi csapatok tudnak pallírozódni. Ugye a Budapest Club ez második csapatáról pontosan tudtuk, hogy nem fogja azt a szintet megütni, ami egy divízió egyben elvárás, de végül is nem ez történt, talán 3 vagy 4 meccsünket nyertünk nullára, 30-40-50 pontokkal vertük végig a mezőnyt, a tavalyi döntős Debrecen utolsó helyen végzett, a Miskolc egy mérkőzés leszámítva semmilyen ellenállást nem tudott tanúsítani, sem a fehérvári, sem pedig a többi csapat ellen, úgyhogy teljesen felborult a papírforma. Egyedül mi hoztuk azt, ami az elvárás, minden meccsünket megnyertük, és mögöttünk körbeverték egymást a csapatok. Úgyhogy gyakorlatilag 3 forduló az alapszakasz vége volt, egyértelmű volt, hogy a Fehérvár már a körbeverések miatt biztos döntő résztvevő, és a sorsolásnak a furcsa fintora okán a Budapesti Eagles-zel fogunk játszani, akivel ugye tavaly a Divízió 2 döntőjét is vívtuk. Ráadásul ebben az évben már harmadszor, hiszen oda-vissza megmérkőztünk az Eagles-zel, és a döntőt pedig egymás ellen immáron harmadszor is fogjuk vívni, de 0-0 a mérkőzés el, ez egy teljesen más meccs lesz, mint az eddigiek. Most az, hogy ennyire jobb volt a Fehérvár az ellenfeleknél, a vártásokkal magabiztosabban, ez valójában azt jelenti, hogy a mi csapatunkat becsültétek kicsit alá, vagy talán túl óvatosan, vagy pedig esetleg a mezőny többi része volt gyengébb a vártnál? Ugye az év elején, amikor a felkészülési időszak van, akkor az ember még nem tud pontosan összehasonlítani erőviszonyokat. Ugye az amerikai foci egy amatőr sport, nagyon nagy mozgások vannak a keretekben, és nem az van, hogy egy profi kielemzett játékos érkezik egyik csapatból a másikba, hanem bizony hagyják abból olyan emberek, akik meghatározóak voltak, jönnek olyan tehetségek, akik akár a fizikalitásuk révén egyből tényezőkké tudnak válni, és ezért nagyon nehéz felmérni a szezon elején a pontos erőviszonyokat. Mi tényleg úgy álltunk neki ennek az évnek, hogy komoly meccseket szeretnénk játszani, nem olyat, mint mondjuk előtte a Divízió 2-ben is, ahol ugye a döntőig mindenkit hasonló eredményekkel vertünk meg. Ez mindenképpen fontos lenne a csapatunk szempontjából, ezért erre készültünk, ebben bíztunk a szezon előtt. Hát ez nem így lett. Én úgy gondolom, hogy egyrészt mi magunk is jóval
nagyobb lépcsőt tudtunk ugrani a felkészüléssel, illetve a megfelelő erősítésekkel. Másrészt nem tudni pontosan, mert nem látunk bele minden csapatnak a dolgaiba, de voltak szétesett csapatok, akik nem tudták hozni azt a szintet, amit gondoltunk tőlük. Ami viszont a mi csapatunkat, az Entronest illeti, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenkinek kellemes meglepetést okozott. Nem csak feltétlenül azzal, hogy milyen nagy különbségű győzelmeket aratott, hanem mert a mérkőzések hangulata, összképe úgy szakmailag, mint a közönség kiszolgálása, ez gyakorlatilag el lehet mondani, hogy egy szintet lépett ahhoz képest, ahol ez a csapat volt korábban. Igen, ez mindenképpen így van. A közönségünk tovább hízott. Nem volt 2000-nél kevesebb nézőnk ebben a szezonban sem mérkőzésen. Most a döntőre az előzetes visszajelzések alapján több mint 3000 embert várunk. Ugye általában a közösségi médiás oldalakon szoktuk mérni az esemény aktivitást. Könnyen meg lehet a 3000-es nézőszám, ami azért magyar másodosztály amatőr sportágnál nem egy rossz szám, azt gondolom. Sőt, kiemelkedőnek is mondanám. És a csapati szintet lépett és dimenziót, nekünk a legnagyobb dicséret az volt, amikor újságírók, szakírók, magyar-amerikai futballszakírók mondták azt, hogy ugye Fehérvárról a médiacentrumnak köszönhetően állandó streamelés van, tehát állandóan lehet élőben közvetíteni a meccseket, és bizony azért egy fűzővel kifelé, egy 120 yard, egy ball.hu, tehát a magyar szakírók ezeket a meccseket árus szemekkel nézik, elemzik, statisztikázzák, és ők mondták azt, hogy bizony ez a csapat ezzel a mostani kerettel és ezzel a mostani játékkal a HFL középmezőnyében már most helyt állt volna, úgyhogy ez a visszajelzés nekünk mindenképpen fontos. Mi sem azt gondoljuk, hogy a játékerő alapján lenne kérdéses a szombati mérkőzés, mint hogy a Divízió 2-es döntő tavaly sem azért veszített el a Fehérvár, mert játékerőben a sasok jobbak lettek volna a Budapest Eagles. Egyszerűen ott akkor még az a csapat talán a hirtelen jött nagy fejlődés és előrelépés okán nem volt kész fejben mentálisan arra, hogy elviselje ezt a terhet, de ez csak az én szurkolói laikus véleményem. Most viszont ezt már át kell lépni, a saját árnyékunkat ezen felül kell emelkedni, és meggyőző domináns játékkal ezt a mérkőzést meg kell nyerni, nincs más út. Mindjárt beszélünk majd erről a mérkőzésről természetesen részletesen, addig annyit, hogy ezt az Entronest mennyire volt nehéz edzeni? Ugye itt azért érkeztek olyan játékosok, akiknek komoly versenymúltjuk van tengeren túlról, illetve ugye Európából is. Másrészt nyilván a fiatalok is azért most már tudnak ezt-azt az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Ez a fölény, ami megmutatkozott most, ez igazából egy ilyen könnyen jött dolog volt, vagy azért ezt a csapatot erősen össze kellett rakni? Én úgy gondolom, hogy a megfelelő helyekre hoztunk erősítést. Ugye leginkább a védelmet erősítettük meg a tél folyamán. A támadó alakulatunk az tulajdonképpen ugyanaz majdnem egy ember kivételével, aki mondjuk egy nagyon fontos tényező, a Antonio, aki a futónk. Ő tényleg komolyat hozzátett, de amúgy körülötte mindenki a tavalyi, és nem lehet azt mondani, hogy minden pontot Antonio vitt volna. Én ezt annak tudom be, hogy ezekkel a srácokkal már hosszú évek óta együtt dolgozunk. Tehát maga a játék felépítése, maga a játékok gyakorlata már évek óta zajlik a támadó oldalról. A védő oldalról fizikalitásban jelentősen megerősödött a csapat, játéksebességben meg tudtuk növelni. Igazából egy más sebességgel tud a védelem játszani, mint általában hozzászokik az ellenfelek. Mi edzésen szerencsére tudunk ellenük gyakorolni. Tehát ezért a mi támadóink is tudnak gyorsulni játék felismerésben és maga a fizikális végrehajtásban is. Voltak nyilván problémák, de én úgy gondolom, hogy a maga a csapatnak az alapja, mint támadó, mint védő oldalon, vagy akár mondhatnám a rúgóinkat is, akik ugye mind külön dolgoznak nagyon sokszor, ők nagyon komolyan veszik ezt az egészet, és komoly céljaik vannak a csapattal és ezzel a sporttal. Még amatőrként is. Hát és most akkor gyakorlatilag ezek az ambíciók csak még nagyobbak lesznek, mert valóban egy lépcsőfok választja el az együttest, ugye attól, hogy a legmagasabb osztályba lépjen. Mennyire lesz nehéz ezt megmászni, ezt a lépcsőt? Itt azért visszautalnék arra, amit a tavalyi döntőről mondtál, hogy vélehetően ez egy nagyon komoly mentális kihívás is. Tehát egyrészt most a döntő tétjéhez felnőni, másrészt talán annak a veszély azért megvan, hogy ezt a csapatot még itt az egész mezőnyt már nagyon simán megverte néhányszor az Entroners, és gyakorlatilag tényleg a Berni VB döntőtől kezdve lehetne sorolni a példákat, amikor egy kevésbé tétre menő meccsen nagyon vert csapat ellen a legfontosabb
legfontosabb pillanatban azért mégiscsak begörcsöl egy együttes. Szóval, hogy mekkora veszélyt láttok ebben a szombati Eagles elleni meccsben? Mindenképpen van benne veszély. Tehát ezt a meccset ugyanúgy meg kell nyerni, ahogy Viktor is említette, ez 0-0. És csak mi nyerhetjük meg. Illetve én úgy gondolom, hogy leginkább mi veszíthetjük el. Most tényleg ezt mondom annak ellenére, hogy nem lebecsülve az ellenfelet, mert egy komolyan felkészült csapatról van szó, tehetséges játékosokkal, és ezt nem csak az udvariasság mondatja velem, de én úgy gondolom, hogy mi más szinten tudunk játszani náluk, de ezt nyilván a döntőben be kell tudnunk bizonyítani. Kicsit a tavalyi döntő nél fiatalabb volt sokkal a csapatunk. Tehát mondjuk a védelmünk sokkal több junior játékossal volt teli, és ez fizikalitásban meg is látszott, és ugye a juniorokat hamarabb fel is őrölte ez a döntő hangulat. Én úgy gondolom, hogy most ebben sokkal erősebb a csapat, és hát ebben is bízom. Milyen nem tudom, szakmai üzenete volt az Eagles elleni korábbi meccseknek? Ugye rögtön az első fordulóban volt egy. Szerintem őket is, és hát jó értelemben persze a saját szurkolóinkat is meglepte, hogy mennyivel jobb tudott lenni a Fehérvár, és utána azt sikerült ugye még egy meccsen bebizonyítani, hogy ez nem volt véletlen. Az első meccsnek volt szerintem igazán szakmai üzenete, ez a csapat pont 25 ponttal jobb az Eaglesnél, jobbnak kell lennie. A második mérkőzésnél már mind a két csapat tudta, hogy egymásra játsszák a döntőt, úgyhogy ennek megfelelően semmi olyat nem húztak elő a tarsolyból, ami a másikat segíthetni a későbbi videózást elemzésnél. Egészen jópofa szituációk is voltak ebből, ennek megfelelően egy 120 kilós falembernek volt 50 yardos elkapása, ami egyébként elképzelhetetlen ebben a sportágban, pont azért, mert akkor már mindenki tudta, hogy teljesen tét nélküli, a döntő szempontjából tét nélküli a mérkőzés, semmi olyat nem akartak megmutatni az edzők a másiknak, amit majd a döntőben játszani fognak. Az első mérkőzésnél mind a két csapat teljes erőbedobással, legerősebb felállásával, több hónapnyi focihéjséggel a lábban ugrott egymásnak, és az ott kialakult eredmény, illetve az ott látott játékkép az, ami szerintem nagyjából irányító, vagy irányadó lehet a jövőre. Én tudom, nehéz, nem szabad ilyet meccset mondani, de tényleg a példád jó, tehát a berni foci döntőhöz hasonló tragédiának kell ahhoz történnie, hogy ezt az Eagles-t harmadszor is ne verje meg a csapat, ne történjen, tehát legyen már végre egyszer nekünk is szerencsénk. Tudni kell, hogy az új pályánkon 20 mérkőzés játszottunk, 19-et nyertünk, ez az egy tavalyi divízió 2 az, ami szégyen volt a makulátlan menetelésen, itt az idő, hogy ezt kijavítsuk, és ezt a srácoknak pontosan tudniuk kell, és szerintem tudják is. Pszichésen mennyire lesz könnyű vagy nehéz fölkészíteni a csapatot? Egyrészt nyilván a harci szellem az adva lesz, esetleg arra kell figyelni, hogy nehogy túlpörögjön valaki, másrészt mégiscsak van egy komoly teher is a vállakon, itt a legnagyobb siker küszöbén. Mindenképpen azt ki kell hangsúlyozni, hogy a csapatban nagy az elszántság. Tehát ők is érzik, hogy a tavalyi kisiklás itt hazai pályán ezt nem szabad nekünk megismételni. Eljutottunk a döntőbe egy nagyon szép eredményekkel, de ez csak az út volt, és igazából éppen annyit ért, hogy játszhatunk egy döntőt. Ha a döntőt magát nem tudjuk behúzni, nem tudjuk megnyerni, akkor ez az egész út, ez nem sokat ér. És ugye ezzel tisztában vannak a srácok, ez látszik az edzéseken is, az odafigyeléssel. Offense részről mindenképpen óriási koncentráltság van. A védelem pedig én úgy gondolom, hogy fizikalitásból meg fogja tudni oldani ezt az egészet, annak ellenére, hogy nyilván ott is sok elemzés kell, és sok gyakorlás volt az edzéseken, hogy felkészüljenek az Eagles által látott, mutatott dolgokból. És akkor szakmailag, taktikailag hogy fog kinézni ez a meccs? Melyik csapatnak mi az erőssége, és mivel lehet legyőzni az Eagles? Az Eagles egy nagyon erős futójátékot tud mutatni, erős fizika, nagy darab falaik vannak, offense falaik, és tulajdonképpen a meccsik nagy részét ezzel nyerik meg. Tehát arra épül a játékuk, hogy megindulnak ezek az offense falak, és erőből tudnak utat nyitni a futóknak, akik nagyon sokszor éppen annyit futnak meg, hogy mindig a három kísérletből meglegyen a first down, de ezzel végig tudják darálni a pályát. Ezzel sok időt le tudnak égetni. Úgy gondolom, hogy ha rá tudjuk kényszeríteni, ahogy látszott is az előző meccseken, hogy amikor a futás már nem működik és a passzjátékhoz kell nyúlni, akkor majdnem olyan veszélyesek a dobott labdáik arra, hogy interception lesz belőle, tehát eladják a labdát, mint hogy complete pass. Tehát mindenképpen ezt kell nekünk elérni, hogy a futójátékuk nem működjön,
és váltani kell ilyen, akár az eredmény miatt is, amikor már nincs idő a futójátékot játszani, hogy a passzjátékhoz kelljen nyúlni. És úgy gondolom, hogy ha ezt el tudjuk érni, akkor a védelem ezt meg fogja oldani. A másik fontos szempont a támadó oldalról, a támadóink nem ilyen egyoldalúak. Tehát tudunk futni is, és tudunk passzolni is. Ott egy nagyon nagy falcsata fog kialakulni, egy erős defense falal rendelkezik az Eagles, és ők próbálnak nyomást tenni a backfieldünkre, a futóinkra, a irányítóinkra, ezzel próbálják majd megölni a játékot, de úgy gondolom, hogy elég sokat elemeztük, és megvan ennek az ellenszere, csak hát ezt végre kell hajtani. Hideg fejjel és tudatosan. Szokták mondani, mindig csapatjátékban is, az amerikai focira különösen igaz, ahol ennyi ember dolgozik együtt, hogy nyilván igazságtalan mindenkit kiemelni, vagy egy-egy embert kiemelni, ugyanakkor speciál ebben a játékban van ugye például azt mondják, hogy minden labdajátéknak meghatározó szereplője ugye az irányító, a quarterback. Van-e olyan márkanév most, így mondom, akkor az Entronersben, aki miatt már majd esetleg még a nagyobb ellenfelek is figyelni fognak ránk, vagy irigyelni fognak minket? Hát nyilván Antonio Brown megkerülhetetlen, mint a csapat egyik leglátványosabban játszó pontszerzője. Így van, de én úgy gondolom, hogy amellett, ami nagyon nagy erősségünk, ugye erős márk, nagyon komoly számokat tud, és egyre összeszedettebb játékot tud mutatni. Vannak hibái, de volt már olyan meccs, amikor két labdeldás után jött vissza a mérkőzésből, és utána már hibátlanul hozta a hátralévő részt, és már pontokig vezette a támadókat. Nagyon sokat fejlődött, és én úgy gondolom, hogy még csak 22 éves. Én úgy gondolom, hogy ő a magyar-amerikai focinak akár a válogatott szinten is egy komoly jövőjét jelenti. Ami nagyon nagy erősségünk még az, hogy az elkapóink mindegyike megjátszható. Tehát nem az van, hogy van egy nagyon kiemelkedő, hanem bármelyikre tudunk építeni, hogyha az egyikre rárakják a legjobb védekezőiket, akkor bármelyik másik háromra tudunk játékot játszani, és ezért pontosan ez a nagyon nehezen levédekezhető dolog. És pont ebben érzem a mi támadó egységünknek az igazi erejét, hogyha a támadó oldalról beszélünk, de védő oldalról is. Ugye Jay is nagyon sokat tett hozzá a másik amerikai légiósunk a védelmi oldalhoz, komoly számokat hozott, nagy nyomást tesz az ellenfél játékára, de mellette ott vannak a magyar játékosok is, akikből többet behívtak a válogatott tryout próba keretébe, majd meglátjuk, hogy kikerül be, de fiatal ez a társaság. Tehát az offense rész mindenképpen 21-22 éves, de a defense rész is még jó pár éven keresztül tud dolgozni, amatőr szinten is. A HFL-nek, a csúcsligának a döntőjét már lejátszották, az a Colors nyert, amelynek ugye a második csapatait szerepelt a mi divíziónkban. Nem tudom, gondolom ott voltatok, vagy láttátok ezt a mérkőzést. Mekkora most a különbség? Azért most anélkül, hogy bármit elkiabálnánk, azért már tervezheti az Entroners, hogy mondjuk egy HFL mezőnyében hogy állná meg, vagy hol állná meg a helyét. Most hogy érzitek, hol van valójában a helye a csapatnak itt a nagy egészben, a magyar-amerikai futballban? Hát ugye, ha a HFL-ről tudunk beszélni, tehát a HFL-re kell terveznünk, jövő szempontjából mindenképp kell azt kell megnéznünk, hogy milyen további erősítésekre van szüksége a csapatnak. Én úgy gondolom, hogy nem vállalnánk szégyen most sem a HFL-be. Hogy ez most konkrétan milyen helyezésre lenne elég, azt így nem tudom megítélni. Ugyanúgy a Divízió 1-nél se lehetett ezt látni még a legelején. Én úgy gondolom, hogy tudnánk olyan játékot mutatni, ami már első évben komoly teljesítmény lenne. Nyilván ez sok múlik a mindegyik csapatnak az építkezésén, hogy ez mi az eredmény szempontjából miben csúcsosodik ki, tehát hogy hányadik helyezést érne el a csapat. Mindenképpen, hogyha fölmegyünk a HFL-be, olyan teljesítményt szeretnénk lerakni, amire azt mondják, hogy ennek a Fehérvárnak tényleg itt a helye, és akkor abból tovább építkezve megnézzük, hogy hány éven belül tudunk feljutni a csúcsra, ami mindenképpen a célja az egyesületnek. Ezt mondja a szakember, de gondolom a vezetők mindig egy kicsit lendületesebben és nagyobb ívben terveznek. Persze hát szurkolók vagytok ti is, szóval, hogy így az eddig látottak alapján mennyire lehetünk optimisták a folytatást illetően. Azért is néztem Tibira, hogy válaszol inkább ő erre a kérdésre. Ugye nagyon-nagyon rossz egy divegyes döntő előtt a mindent eldöntő mérkőzésével beszélni egy HFR-ről, amikor már feljutottunk. De hogyha megpróbáljuk ezt félretenni egy pillanat, én azt gondolom, hogy
két csapatot biztos megelőznénk már most, én ezt így kimerem jelenteni. A Miskolc és a Kábel, ez akik a döntőt játszották egyébként a Hungária körúti stadionban 4350 néző előtt, fantasztikus hangulatban és elképesztő jó futball délután produkálva. Én azt gondolom, hogy ők azért előttünk járnak. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy mi a Divízió 2-ből indultunk még tavaly, a magyar harmadosztályból, és szeretnénk elindulni az Osztrák Ligában. Az Osztrák Ligától kaptunk is egy tapogatózó jelzést, hogy érdekelne minket egy lehetőség, hogy alacsonyabb osztályban egyelőre, de őt nyitnának külföld felé, érdekelne ez minket, természetesen érdekelne. Az Osztrák Liga Európa második legerősebb ligája a német után, és könnyen lehet, hogy egy pár éven belül ott találhatjuk magunkat, ugye Alba Balán mintára, sokszor beszéltünk erről, Fehérvár AV19 mintára, hogy Osztrák Liga és Magyar Liga párhuzamosan, ami nyilván nekünk szuper lenne, hiszen dupla meccs számot jelentene, ami a nézőink miatt elengedhetetlen. Úgyhogy csak azért nyitottam ki az Osztrák Liga dolgot, mert nem feltétlenül az a célunk nekünk, hogy a HFL-be 3-5 év alatt belecombosodva, majd 8 év múlva játszunk a Hidegkutiba egy döntőt. A HFL is egy fontos lépcsőfok, de ez az egész Fehérvár Entrepreneurs projekt, ez most már kezd úgy kinőni magát, és nem azért, mert én szeretem a futballt, vagy Tibi szereti a futballt, hanem azért, mert a nézők a lábukkal szavaznak, amikor 2500-an kijönnek egy magyar másodosztályi mérkőzésre. Ez az egész projekt kezdi magát oda kinőni, hogy tényleg komolyan gondolkodhatunk egy állandó nemzetközi szereplésben, egy állandó ausztriai bajnokságban a magyar mellett, és így nem lebecsülve a HFL-ben rejlő lehetőségeket, hiszen a Digisport élőben közvetíti a bajnokságot, hihetetlen média megjelenés, óriási áttörés lenne nekünk hétről hétre képernyőn szerepelni, illetve magazin műsorok vannak akkor, amikor nincsen forduló, tehát egy olyan perspektíva nyílna meg a fehérvári futballnak, amerikai futballnak, ami most még elképzelhetetlen, de tényleg nem ez a végcélunk. Tehát nem 3-5 év alatt szeretnénk eljutni a csúcsra, hanem mennénk tovább az úton, és az Osztrák Ligában is lépdelve előre be kéne kerülni a top 20 csapatban Európába, amitől egyelőre fényévre vagyunk, de ezt mondtam 2,5 éve ezelőtt, mikor először beszélgettünk erről a dologról, akkor még nevetségesebbnek tűnt, mint most. Ki tudja, lehet, hogy 2,5 év múlva már arról beszélünk, hogy a 20. helyet megcsíptük ebbe az impozáns névsorba. Hát tényleg, a távlatok azok gyakorlatilag végtelenek, de most akkor először valóban csak szombatig tekintsünk előre, hiszen ahogy azt már hallhatták, a Budapest Eagles ellen játssza a Divízió 1-es bajnokság rájátszásának döntőjét a Fehérvár Entrepreneurs, és a győzelem belépőt jelentene a HFL-be, amelynél feljebb Magyar Liga egyelőre nincs. Szurkoljon mindenki, aki teheti a helyszínen, 15 órakor kezdődik szombaton a mérkőzés, a megszokott rendkívül színes programválasztékkal, családi programokkal, táncosokkal, zenészekkel, minden, ami hozzá tartozik a nagy amerikai showhoz, ingyenes belépés mellett, ugye, hogyha jól mondom, természetesen most is nagyon sok nézőt várnak, és élő streamünket is tudom a figyelmükbe ajánlani, hiszen ugye elhangzott ezekről a mérkőzésekről, rendre látható a Fehérvár Média Centrum YouTube csatornáján élő közvetítés, úgyhogy kövessék azt is figyelemmel, mindent bele, és remélem, hogy egy győzelemről beszélgetünk majd azt követően. Köszönöm szépen. A bajnokok párosa végén pedig még akkor egy kicsit merüljünk el a hűs habokban. Az elmúlt napok néhány elképesztő kánikulája után talán még nézni is jó lesz a Balaton átúszásról készült filmet, amely most következik. Ezzel köszönöm meg mára a figyelmüket. Felhős hajnal köszöntötte a legkorábbi vízre szállókat, nevezetesen a főleg vitorlásokból álló úszófolyosó hajósait. Ám amikor az első úszók nekiindultak a 35. Lidl Balaton átúszás 5,2 kilométeres távjának, már szinte ideálisnak mondható időjárás, szélcsend és kellemes vízhőmérséklet fogadta az átkelőket. A Révfülöpi rajthelyről összesen 8277-en indultak el a túlpartra. Pest megyét nem számítva Fejér megye bizonyult a harmadik legnépesebbnek a létszámrangsorban. Ebből Székesfehérvárt 153-an képviselték. Hatodszor vagyok itt. Először vagyok itt az Alba Triatlon Sport Egyesület által, Székesfehérvári Egyesület egy éve indult. Egyébként egyéniben minden évben itt vagyok. Eszméletlen ekkora vízfelületen úszni, látni a gyönyörű tájat,
Tihanyt, a Badacsonyt, eszméletlen jó, minden alkalom egy külön élmény. Mennyit készülsz rá? Készülsz erre külön? Nem, volt olyan, hogy egész évben egy karcsapás nem úsztam, és eljöttem, átúsztam. Igazából a közepén már nem mondja azt az ember, hogy abba hagyja. Az idő sosem számított nekem, a lényeg az élmény, hogy jól érezzem magam, igazából ennyi, és hogy sportoljak. Harmadik átutazásom. Gyönyörű panoráma, gyönyörű víz, magyar tenger, ez a szép kékes-zöld gyönyörűség, az élmény maga, ami ide vonz. Heti rendszerességgel uszok, 2-3-szor. Mennyi volt eddig a legjobb időt, és tervezel-e most valamit? Legjobb időm ez olyan körülbelül 2 óra 32 környéke volt, nem tudom most, de akkor nem álltam meg, ez a tavalyi idő. Most megálltam egy kis frissítésre. 2 évvel ezelőtt a bátyjával úsztuk le, ő akkor már elmúlt 9, ő még mindig nincs 9, úgyhogy családi vállalkozás. Nekem már sokadik, neki az első. Kicsit nehéz volt, de bírtam. A végére nagyon elfáradtam, de nagyon jó volt. Hát én már 2001 óta úszom ezt, és én megúsztam így életem legjobbját pár éve, miután azt mondtam, hogy én már ezt tovább nem akarom feszíteni, az az 1.24-es idő volt. Most kísérem a fiatalokat, úgyhogy most az ő vízszeretetüket próbáljuk ezzel egy kicsit elősegíteni, de hát ők profi úszók, hál' Istennek. Ez már nekem a 8. alkalom, hogy megcsináltam, és most, ahogy beértem, akkor mondták nekem, hogy 2 óra 25 perc alatt jöttem. Hát nem voltam megelégedve az idővel, de most ez sikerült. Ez az egyetlen egy olyan sport, amire nem szoktam felkészülni, mert egyébként szoktam edzeni otthon, futok rendszeresen félmaratonokat, de az úszásra soha nem szoktam készülni. Arra mindig csak eljövök, és akkor ami jön, úgy jön. Teljesítményorientált vagyok, és az ilyen dolgok azok mindig tetszenek. Főleg az ilyen hosszabb távok. Én nagyon szeretném, ha egyszer eljönne az az idő, amikor hivatalosan is oda-vissza meg fogjuk tudni csinálni. Ügyes voltál! Nagyon jó volt az úszás. Most úsztam először, 2 óra 11, és nagyon jól ment. Jól sikerült, kifejezetten jól sikerült. Járok úgy rendszeresen úszni, hetente egyszer, megtanultam gyors úszni, úgyhogy abszolút bizakodó voltam, jól indult és jól ment. Az első 1000 volt a bemelegítés, akkor utána kicsit úgy izgultam, hogy lesz tovább, és akkor utána 2500-3000-en megnyugodtam, és akkor utána ami a csövön kifért. Nagy segítőim voltak, két oldalt vigyáztak, hogy el ne sovarogjak, és nehogy lelékesek ki. 11. alkalommal úsztad át, azt hiszem. 11. alkalommal, igen. Mert jó eső érzés úszni, minden nap 23 kilométert. És életem egyik legjobb nyara itt volt Bogláron, 56-ban. Együtt volt az egész társaság, utána mindenki szétoszlott, és aztán ilyenkor nosztalgia. Családi úszás. Igen. Annyi volt csak, hogy tartsuk az iramot apuval, kell hozzá egy szent őrület, hogy valaki ezt minden évben meg akarja csinálni. Fél órával hamarabb szoktak beérni. 80 éves apu, úgyhogy most vele jöttünk. Tartani kellett a tempót apuval, ennyi. Szédületes tempót diktált. 2 óra 7 perc. Ez a 6. és a legjobb, életem legjobb eredményét úsztam, és nagyon jó volt a víz. Tegnap nem gondoltam volna még, hogy ilyen jó lesz. Imádok úszni, és így a Balatont átúszni az egy egészen más élmény, mint mit tudom, egy strandon úszkálni. Szóval, és ez a rengeteg ember, szóval nagyon-nagyon jó élmény. Hát azon kívül betöltöttem a 60-at, tavaly eltörtem a kezem, és most ez egy olyan sikeres, hogy is mondjam, visszatérés volt az úszásra. És csodás a környék minden.